Elkezdődött a karácsonyi vásárlás a húsboltokban is. Deák Ferencnével beszélgettünk a tapasztalatairól és az árakról. Mint megtudtuk, a vásárlói körében keresettek a varonfi félék, a sertés és a marha is. Közkedvelt a kacsa, a pulyka, a csirke, a tanyasi gyöngyös, a hízott egész kacsa és a kacsamáj, de az egész pulyka is. Karácsony már az adventi időszak, az már teljesen a karácsonyra való készülődésről szól. Ilyenkor már mindenki gondolkodik rajta, hogy mi is kerüljön az ünnepi asztalra. Hát nálunk évről évre visszamenőleg látjuk a vásárlóinkat, hogy mik a kedveltebbek és mik a keresettebbek. Most inkább nagyobb irány fordul ugye a baromfira. Sertés is, marha is, de azért javarészt inkább a baromfi. Közkedvelt a kacsa, a pulyka, a csirke, tanyasi féleségekből is nagyon sok mindent kínálunk, a gyöngyös, a hízott egész kacsamájjal. Ezek mind olyan kedveltek, egész pulyka, van, aki egész pulykát tölt, van, aki csak daraboltan, vannak minden családnak, ugye megvan a kedvenc része, hogy mit szeret, és hát ilyenkor tulajdonképpen, ami nagyon, de nagyon kuriózum, például a kacsamáj, a libamáj, ahhoz egy kis zsiradék, és akkor utána már ezek már mindig, amikor adva vannak, de már keressék, igen, elindult a karácsonyi bevásárlás. A jelen viszonyok között is arra törekednek a családok, hogy a szülői, nagyszülői ízek jelen legyenek, itt ha nem is tudnak a családdal összeülni, de a kedvenceket elkészítik és eljuttatják egymáshoz. Kevesebbet nem vásárolnak. Én most azt tapasztalom, figyelem a vásárlóimat, hogy akik, ha véletlenül felkészülnek arra a vásárlók, hogyha nem is tudnak a családdal összeülni, de vannak olyan kedvenc készítmények, ami ugye a nagymama és az édesanyáknak a konyhájából kerüljön ki, és akkor vagy küldik, vagy érte jönnek, tehát valami úton, módon mégis meg fogják oldani, akár egy töltött káposztát, amit ugye el lehet készíteni, hogy azért a családi ízek ott legyenek a gyerekeknek is az asztalán. Az ünnepi asztalra sok helyen hagyományos húsleves készül, akár tyúkból, gyöngyösből, de az orjaleves is népszerű. Mivel gyöngyöst ősztől, ugye a gyöngyösök általában őszre érnek be, és akkor kerülnek levágásra, és tehát ősztől karácsonyig azért, hogy egész évben nem fogyasztanak gyöngyöst, ilyenkor felkerül az ünnepi asztalra, viszont van, aki ragaszkodik a tyúkhoz. Van, aki orját szeret főzni, van, aki a karácsonyi ünnepeket tulajdonképpen egy disznótorossal üli meg, mert náluk az a szokás, de szeretik a gyöngyöst. Igen, ilyenkor népszerű. A sertés és baromfi hús árak nem nőttek, van, ami a tavalyhoz képest alacsonyabb is. Egyedül a kacsa bőrös zsiradék tekintetében volt kis áremelkedés. Én azt látom most sertéshús tekintetében, hogy nem drágább, mint a tavalyi év, sőt inkább mérsékelt. Igen, pont azt néztem az áratot az előbb a bőrös filmben, azt mondja, hogy azt szerintem olcsóbb, mint tavaly. Olcsóbb, mint tavaly. A baromfinál meglepően vártunk egy kis áremelkedést, és nincs áremelkedés se pulyka, se kacsa viszonylatában. Figyelemmel kísérjük, hogy változik esetleg hétről hétre. Ami egy picikét változott kacsabőrös zsiradék tekintetében, az egy picikét drágább, mint a tavalyi árhoz képest, de a darabolt része az viszont nem. Nagyon sok családnál a kocsonya is hozzátartozik a karácsonyhoz, ehhez is van a boltban vegyes kocsonya csomag. Karácsonyra mindenféleképp nagyon sokan főznek kocsonyát, aki nem karácsonyra főzi, megfőzi szilveszterre. Szerintem az egy örök sláger. Igen, készülünk mi is, mert vannak vegyes kocsonya csomagjaink, vagy éppen perzselt körömfül, farok hozzá valók, kedvelt. Igen, ugye hideg van, disznótoros időszak van, és ilyenkor már meg is kívánják az emberek, hogy esetleg ünnep nélkül is megfőzik. A szilveszteri bevásárlás még nem kezdődött el, most a karácsonyra koncentrálnak a vevők. Én azt látom most még, hogy óvatosan a karácsonyra koncentrálnak az emberek. Ugye nem tudjuk, hogy mi vár ránk szilveszterre.
szilveszterről még, tehát még nem érkeznek be, nem mondják a vásárlóink, hogy lesz egy jubeles roppanos virsli, vagy éppen egy bőrös malac, nem. Most még nagyon rövid távon gondolkodnak, most a karácsonyra koncentrálunk, kíváncsi leszek a szilveszterre nagyon.